Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. 2022-ben is olyan témákkal és kérdésekkel foglalkozunk, amelyek amellett, hogy közérdeklődése számot tartóak, több adásidőt igényelnek egy egyszerű híradós tudósításnál. Nézzük, hogy milyen témákkal várjuk Önöket 2022 első műsorában. Gazdaság és közlekedés. A fejlődés éve volt 2021 Nyíregyházán. A piacra koncentrálnak, új megközelítés a szakképzésben. A járvány nem csak a 2020-as, hanem a 2021-es évet is meghatározta, ennek ellenére mozgalmas esztendőt zárt a megyeszékhely, közlekedési csomópontok készültek el, és komoly gazdaságfejlesztési programok is elindulhattak. A témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. Jó estét kívánok, polgármester úr! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk, és hát ugye a 2021-es esztendőt azt hát természetesen a pandémia, vagy nem természetesen, de minden esetre a pandémia határozta meg, mindenki életét befolyásolta. Az önkormányzat életét gazdasági szempontból is kérdezem elsősorban, mennyire befolyásolta. Lévén úgy ugye 2020-ban azért már elkezdődött a járvány, úgyhogy ennek függvényében nem tudom, mennyire kellett egyáltalán újra tervezni a 2021-es költségvetést. Eléggé jelentősen befolyásolta természetesen, több szempontból is, ha pénzügyileg nézzük, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, de hát ezen túlmenően is egy olyan feladatrendszer a hétköznapok részévé vált a járvány miatt, ami korábban ilyen élesen nem jelent meg. Ez elsősorban a szociális rendszerünket, az egészségügyi alapellátás rendszerét érintette, de ezen keresztül az óvodák, a bölcsődék sem maradtak ki, tehát igazából áthatotta a tevékenységüket. Ezért mondtam azt, hogy én azt gondolom, úgy értékeltem, hogy az önkormányzati rendszerük nagyon jól vizsgázott minden szempontból, mind a működés, mind a pénzügyi stabilitás vonatkozásában, de ez nem történhetett volna meg az előző évek nélkül, ugyanis 2013-tól a Nyíregyháza önkormányzat költségvetése az hiány nélküli volt mindig, a hitel felvételek működése egyáltalán nem váltak szükségessé, az adóbevételeink nagyon jelentősen nőttek, és hát volt egy stabil működési rendszerünk, ami természetesen igen erősen próbára tett az elmúlt évben is a járvány. Ezt ugye nem szoktuk értékelni, vagy a hiányát szoktuk igazából érezni, ha valami nem jól működik, de ez egy komoly érték, ezt szeretném aláhúzni még egyszer. Még fontosabb talán, hogy emellett a fejlesztési programjainkat is tudtuk folytatni, nem állítottunk le semmilyen fejlesztési programot, voltak prolongálások, de igazából amit terveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Tehát ugye amikor arról beszélt, hogy az előző évek gazdasági eredményei, akkor ez azt is jelenti, hogy tartalékokat is tudott képezni az önkormányzat, amit adott esetben 2021-ben fel tudott használni? Hát egyrészt ugye jelenti azt, hogy a működési rendszerünk olyan volt, hogy nem olyan, mint 2010-ben. Az adóbevételünk 2019-ben már 13 milliárd volt, 7,1 milliárd 2010-ben, tehát ilyen értelemben vannak ilyen vonatkozások. Az intézményrendszerünk, a cégrendszerünk átszervezésre került, a működési forma, a tervezés sokkal professzionálisabb volt, és mindig, valóban mindig volt tartalék a költségvetésünkben is, tehát volt a rendszernek egy rugalmassága, nem omlott össze, hanem tudta kezelni az előre nem látható, nem várható feladatokat is. És akkor voltak olyan fejlesztések, pályázatok, amelyeket ennek függvényében egyáltalán, tehát hogy szóba sem került, hogy esetleg elhalasztanák, későbbre tolnák más évekre, hanem ennek megfelelően ezeket meg tudták valósítani, hova tovább el tudták indítani. Ez konkrétan azt jelenti, hogy bár egy ellenzéki honlap megírta, hogy a legtöbb EU forrást lakosság arányosan Nyíregyháza nyerte, emögött rengeteg munka és rengeteg projekt, és ha ránézünk a városra, rengeteg a változás, és azt gondolom pozitív értelemben. A másik kérdés, hogy ugye ami nagy csomag volt, a modern városi program, ami költségvetési forrásokat, hazai forrásokat jelentett, azokat is megvalósítottuk.
nem tudok még egy városról, két szálloda épült volna négy csillagos, például ennek a programnak a keretében, de a szabadtéri színpadtól kezdve sok mindent említethetnék, ami már úgy gondoljuk, hogy nyíregyházatok egy kerékpárot, mintha évtizedek óta meg lenne, pedig ez mind az elmúlt 5 évben történt. És még az előzőhöz hozzátartozik, hogy mi nem állítottuk le a programokat, nyilván ez egy gondosan mérlegel, de kockázatokat is jelentő döntés volt. Mi be tudtuk fejezni, mi abban a helyzetben voltunk, és úgy gondoltuk, hogyha már dolgozunk rajta 1-1.5 éve, már a tervezésre elköltöttük, akár 100 milliós nagyságrendben, kisajátítani kellett, kifizettük, és ennek egy részét nem is forrásból, hanem saját erőből, azért, mert az építőipari árrobbanás azt jelentette, hogy igazából 2020-tól már sehol nem tudtunk kijönni az előre tervezett költségkeretünkből, akkor az volt a kérdés, hogy leállítjuk-e, nagyon sok város ezt választotta, mi azok között voltunk az élen talán, akik azt mondtuk, hogy befejezzük, és egyrészt van egy pénzügyi stabilitásunk, másrészt reméljük, hogy a kormány majd biztosítja a plusz forrásokat. Ez meg is történt, és ez 9 milliárd forintos végösszeget jelentett, ami mögött nagyon-nagyon sok projekt van. Van, ahol 34 millió, van, ahol 450 millió volt a plusz, de meg tudtuk valósítani, hogy konkrétokat mondjak, az uszodánk megépült, az atlétikai centrumunk tavaly elkészült, és hát nagyon-nagyon sok olyan program, aminek a keretében például az összes óvodánkat, összes bölcsődénket fel tudtuk újítani, szociális rendszerünket, amelyek hát nagyon-nagyon rászorultak erre, és most igazán jó kondícióban vagyunk a jövőre nézve. Beszélni fogunk még ezekről a fejlesztésekről, de azért mindenképpen beszéljünk még arról, ahonnan jöhetnek még pluszban a források. Magyarán, hogyha Nyíregyháza gazdaságilag is jól üzemel, akkor gondolom, ugye önelő szintjén lehet ezeket finanszírozni. Szóval a gazdaság fejlesztésnél például egy nagyon jó hír volt 2021-ben, hogy a Financial Times befektetése ajánlotta a várost. Ön szerint minek köszönhető ez? Hát ugye a Financial Times egy mérvadó nemzetközi szaklap, amely értékeli a különböző, azt hiszem 5 vagy 6 kategóriában a világ városait, és mi a feltörekvő város kategóriában, és általában az első 5-öt nevezi meg, mi a feltörekvő város kategóriában 3. helyen szerepeltünk. Itt nagyon sok mindent mérlegelnek, egy összetett értékelés zajlott, milyen olyan intézkedések, fejlesztések történtek, és nem egy évben, hanem a korábbi években, amely a munkahelyteremtő beruházásokat, a befektetéseket, a gazdaságfejlesztést segíti, addig bezárulak, hogy van-e a városvezetésnek erre koncepciója, programja, vannak-e vonatkozó rendeletei, van-e megfelelő szervezet, amely ezt tudja bonyolítani. Tehát nagyon sokrétű volt. Korábban én úgy tudom, hogy egyedül Debrecen tudott ebbe a kategóriába bekerülni, más magyar város még nem. És hát ugye, ha már itt tartunk, az ipari parkdíjat, az év ipari parkdíját is ősszel megkaptuk. De én azt szoktam mondani, hogy ez egy jó érzés, ez egy elismerés, biztatás is, de valójában a legfontosabb, hogy az ipari parkunk fejlesztését megkezdtük ebben a nehéz covidos 2 évben, és most ott tartunk, hogy a déli ipari park, ami ugye a Debreceni út mellett van, 127 hektár összesen, az utolsó 2 kis területet eladtuk tavaly év elején, és megindítottuk a fejlesztést. Azért tudtuk, csak most megint ennek ugye pénzügyi háttere van, meg ott még 2009-ben egy 10 éves opcióval egy pesti cégnek átadták az elővásárlást, tehát a vásárlási jogot, az opciós vételi jogot, nem tudtunk mit kezdeni, de ez lejárt, és most ott vagyunk, hogy 323 hektáros bővítést valósítunk meg, már a vége felé járunk, mert most már 280 valány hektár, ugye itt nagyon sok tulajdonossal kell tárgyalni, már az önkormányzat nevén van. A Magyar Fejlesztési Bankkal korábban létrehoztunk 2 alapot, egy ipari park fejlesztési alapot, ez a bank 5 milliárdot biztosított, egy városfejlesztési alapot, az szintén 5 milliárd,
és hát ugye Covid miatt ez a két alap, a nyilvántartásba vétel működőképesség biztosítása megtörtént, de még igazán nem tudott kibontakozni. És hát hogy ami a jó hír, és ami a legfontosabb, talán fontosabbak, mint a díjak, hogy egy 70 hektáros területre december elején szándéknyilatkozatot is írt alá egy nagy befektető, és én nagyon remélem, hogy még ebben a hónapban erőszerződést is tudunk kötni. No, igen, ez lett volna az egyik másik kérdésem, hogy hogyan történik ez ilyenkor, tehát már a cégek bejelentkeztek, és gyakorlatilag erre kell az igényeket rávarni, vagy fordítva, ugye, akkor bővítjük az ipari parkunkat, és ennek függvényében tesszük vonzóvá a várost. Hát valójában egyszerre kell, de megfelelő, ez olyan, mint egy szimfonikus zenekar koncertje, tehát mindent időben, de mégis párhuzamosan. És hát nagyon sok befektetői tárgyalásunk volt az elmúlt években, jelenleg is tart, és készítjük az egész ipari park ehhez igazodó fejlesztési programját. Ugyanis eljutottunk oda, hogy nem sok város rendelkezik már olyan képességekkel, mint Nyíregyháza, hogy több mint 300 hektárt egy olyan létező ipari park bővítéseként, ahol az infrastruktúrát nem esetleg több kilométerről kell odahozni, hanem megvannak. Nyilván ezek a kapacitások az építkezéshez elegek, már egy gyár működtetéshez nem, tehát ezt is elindítottuk, itt az áram, a víz, szennyvíz, a gáz, tehát minden fontos elem, a közúti megközelítés, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex program, viszont ehhez kaptunk a kormánytól két részre, egyszer 3 milliárd 230 milliót, egyszer 2 milliárd forintot, és most ott tartunk, hogy ennek a 323 hektárnak március végéig nem csak a termőföldi kivonása, ugye itt a földvédelmi járulék is több 100 millió forint, ez történik majd meg, a befektetési övezetté minősítése, hanem az ilyenkor szükséges régészeti feltárás, talajmechanikai vizsgálat, lőszermentesítés, mert egy nagy világcég, egy komoly befektető enélkül nem is ül le tárgyalni. A világcég. Igen. Milyen típusú cégeket szeretnének egyébként látni? Szívesen látni Nyíregyházán. Már csak azért is, mert ugye itt azért a munkaerőben is el kell gondolkodni, hogy mennyire lehet ezeket a munkaerőket oda irányítani, vagy mennyire van Nyíregyháza e tekintetben jól ellátva, vagy sem. Ilyen esetben az egész város vizsgázik, nem egy ipari park területe. Ezzel jól állunk, ahogy mondtam. Itt különösen a közlekedési infrastruktúra meghatározó, nagyon fontos, de talán az első helyen a szakképzett munkaerőt kell mondanom, és az e mögött lévő képzést. Ezért is nagyon fontos, hogy a Nyíregyházi Egyetemen is végre elindultak pozitív változások, azzal, hogy alapítványi működtetésbe került, és komoly pénzügyi forrásokat nyert. Ez a két legfontosabb dolog a város jövője szempontjából, én két éve ezt mondom, ezért is ennek a ciklusnak az elején a legfontosabb prioritások közt ezt határoztuk meg, hogy legyen színvonalas munkahelyeket jelentő befektetések lehetőleg. Bocsánat, szabályvágok, csak azért, mert vannak egyébként olyan pozíciók, amelyeket hiába tanulják meg, ugye nem feltétlenül találnak itt Nyíregyházán, vagy akár egyéb bármely, nem feltétlenül Nyíregyháza, bármely más megyeszékhelyen nem is tudják példát, betölteni, mondok is csak egy a fővárosban. Példát, mondok is egy példát erre, és ez még a fővárosra sem igaz. Tárgyaltunk egész éven át egy olyan szintén nagyon komoly céggel, amely félvezető gyártó csarnokot akart. Most épp Kínába adtak át nyáron egyet, és már elindították év elején a következő helyszínt. 15 város maradt fent a szűrőn, Nyíregyháza is közte volt. Aztán vannak ezek az úgynevezett shortlistek, ahol mindig szűkítik a kört. Mi benne voltunk az ötbe, akkor még benne volt egy európai város, egy lengyel egyébként, két ázsiai, egy amerikai. Aztán meghúzták a következő kört háromba, abban is benne voltak, de akkor már két ázsiai, egy Nyíregyháza Európába. Aztán még azt gondoltuk, hogy akkor már eredményt hirdetnek, még mindig nem hirdettek, kettőt egyet ejtettek ki, az egyik ázsiait, és akkor volt egy európai Nyíregyháza, és volt egy ázsiai.
És aztán végül, tehát ez egy nagyon ambivalens dolog, mert egyrészt a legrosszabb érzés másodikként kiesni, ugyanakkor egy óriási elismerés is valójában. Malajziába mentek, de hát ott a képzés volt talán a legfontosabb. Hát ott a 150 kilométeres körzetben épp egy évben 3-4 ezer olyan szakmunkás végez, aki ezt csinálja, és hát ezt tudnunk kell, hogy még a 80-as évektől kiszervezték az európai gyártók a csipgyártás, ugye, ami miatt az autóipari gyártás is most problémákkal küszködik, ázsiai országokban. Tehát ezzel nem lehetett versenyezni. Ott egy lényeges szempont volt, hogy Európába hozzanak-e példanélkül még egy ilyen nagy gyárat, vagy odavigyék. Végül a biztonságra mentek, odavitték. Beszéljünk még olyan dolgokról, amelyek a városlakókat nagyon érintik, ez pedig a közlekedés. Ugye azt tudjuk, hogy milyen fejlesztések valósultak meg Nyíregyházán, hogy a Kálói Tünde utcakörforgalom, Tiszavasvári út felújítása, Bokortanyák bekötő útjai, 18 városi útszakasz. Az időnk véges, úgyhogy ezért kérdezném, hogy 22-ben. Folytatjuk a programot, mint ahogy eddig is. Most előkészület alatt van a 15. körforgalom, ez a Vasvári Pár stadion Hímes utcában. Ugye folyik a stadion építése, az új stadion építése, amiatt is fontos, de anélkül is, tehát ott egy fontos bekötő út. Folytatjuk, a 5 milliárdot kaptunk, ez is példanélküli, a földutak aszfaltozására. Én azt abba bízok, hogy most ebben az évben már több mint 18 utat tudunk átadni. Nagyon-nagyon fontos a nagy körút. Itt nagyon komoly bejelentés várható néhány héten belül, és természetesen az egész közlekedési infrastruktúra, egyébként ha megjegyzem, az elmúlt 9-ben nem így fejlesztjük, akkor a befektetések területén nem jöttünk volna itt szóba. Ha nem lenne 41 ilyen modern buszunk, ami olyan menetrendel, ami a műszakhoz igazodik, az megint egy. Tehát rengeteg ilyen szempont van, ami mindenkinek jó, és ahogy szoktam mondani, új lehetőségeket is nyit, például a befektetéseknél. Tehát a közlekedési infrastruktúra, a 3 Ezbetűs utca, a Szarvas Széchenyi Szent István út felújítása folytatódik, illetve megvalósul ebben az évben. Ugye ez azért fontos, mert ez is egy komplex program, a közlekedési infrastruktúra. A földutakat aszfaltoztuk, közlekedési csomópontokat, ezzel majd 18-at. Megújítottunk, ez a biztonság folyamatos közlekedésnek nagyon-nagyon jót tett. A kerékpárutakat említhetném, a régi, nagyon forgalmas utak, Korányi, Vasvári, Bocskai felújítását. Tehát ezt mind együtt kell, hogy összehangoljuk, akkor lesz kellő eredmény. És még ott van az 5 milliárdos utca létesítés, igen, program is, igen. Ugye? Ami még mindig, igen, nem fejeződött be. Hát abból mondtam, arra mondtam, igen, hogy most több mint 18 utat fogunk tudni leaszfaltozni. Hála Istennek ez már, ugye megyünk ki, ez már a külvárosi részeket érinti, de nagyon fontosak. Polgármester úr, azért még foglaljuk össze, 2022-ben mire számít? Én azt remélem, hogy jobb évünk lesz. Érezhető egyébként az adóbevételek szempontjából is, hogy 2021 már jobb volt, a mélypont 2020 volt. A gazdaságfejlesztési programunk, a képzés az a legelső, a város jövője szempontjából, azért, hogy a fiatalok vissza tudjanak jönni, itt tudjanak élni, dolgozni, családot alapítani, ez nagyon fontos, ha mi nem tesszük, akkor elmennek máshova, ez egy fél évszázados folyamat, ezt szeretnénk megtörni, én most látok erre komoly esélyt, ez egy nagyon fontos év lesz ebből a szempontból, és ehhez igazodik nagyon sok minden. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást. Okleveles technikusi képzéssel segíti a gördülékeny továbbtanulást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Ezekről a középiskolai szakokról nem csak könnyebb bejutni az egyetemre, de plusz krediteket is kapnak a diákok, így akár fél évvel hamarabb jutnak diplomához is. A változásokról a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatóját és kancellárját kérdeztük. 10 iskola tartozik a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz, amelyekben mintegy 7000 diákot oktattak az elmúlt évben. Szeptemberben több mint 1709-es kezdte meg középfokú tanulmányait az intézményekben. A képzési palettát folyamatosan a kereslethez és a munkaerőpiaci igényekhez igazítják, így jelenleg már 19 ágazatban 50 szakmát kínálnak a fiataloknak.
A részletekről és a tavalyi fejlesztésekről, beruházásokról, újdonságokról a centrum főigazgatóját kérdeztük. Nagyon fontos, hogy folyamatos a kapcsolatot tartsunk a gazdálkodó szervezetekkel, a duális partnerekkel. Közel 100 duális partner segített bennünket abban, hogy ez a képzési kínálat valóban a munkaerőpiaci igényeknek megfeleljen. És hát nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a szakirányú oktatásban partnereink ezek a partnerek, hiszen ugye 9-ben szakképzőiskolában, 10-ben technikumban az ágazati alapoktatást követően kikerülnek duális partnerekhez a tanulók, hanem ezen túlmutatva bekapcsolódnak a tanár továbbképzésekbe, a tananyag fejlesztésekbe, és hát egy konkrét példát mondanék, a NI Hungary Kft., akivel egy stratégiai megállapodást is kötött a szakképzési centrum, ő konkrétan a bánkiban egy szaktantermet is kialakított velünk közösen, és ott például tananyagfejlesztés eszközökben, tanár továbbképzésekben fontos kapcsolódási pontok vannak, és együttműködve azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudhatunk magunk mögött. Nagyon fontos megemlíteni az okleveles technikus képzést, hiszen hát ez is ennek az évnek az eredménye. Két iskolánkban, a Bánkiban és a Széchenyiben indult el az okleveles technikus képzés, a Széchenyiben gazdálkodás menedzsment, a Bánkiban pedig műszaki területen 32-32 fős osztályt tudtunk elindítani. Ők olyan tanulók, akik már most tudják, hogy felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez azt jelenti, hogy minimum 30 kreditet a felsőoktatás beszámít a továbbtanuláskor majd, és így lerövidül akár egy fél évvel is az ő felsőoktatási tanulmányuk. Ezeket a képzési programokat, amelyet a okleveles technikus képzés keretén használunk, már a felsőoktatással együtt alakítottuk ki, és hát nagy büszkeséggel tölt el, hogy jelenleg az országban 45 szakképzőiskola folytat okleveles technikus képzést, és ebből 2 Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozik, sőt már azt is tudjuk, hogy a következő évtől a Bánkiban specializált gépjárműgyártás és gépészet ágazatban indíthatunk osztályt, a Széchenyiben pedig most már nem csak a gazdálkodás menedzsment, hanem az okleveles technikus képzés keretében elindul majd az informatika és távközlés ágazatban is a képzésünk. Újdonságnak számít az, hogy nagyon komoly fejlesztéseket végzünk a vegyipar területén, hiszen itt nagy vegyipari cégek vannak, és aki gumiipar, műanyagipar, vagy éppen egy gyógyszeripar területén szeretne tovább majd dolgozni és illetve tanulni, nekik ajánljuk a Veselényit, ahol most nagyon komoly fejlesztések vannak ezen a területen. És hát a duális partnereinkről beszélünk, akkor egy másik fontos feladat volt ebben az évben az ágazati képzőközpontok létrehozása, amelyen most is dolgozunk a gépészet és a vegyipar területén. Ugyancsak újdonságként tudom megemlíteni például a kreatív ágazatot, a kreatív technikumot, és itt is egy országos szép eredményt tudunk elmondani, ugyanis 11 kreatív technikum kezdi majd el a munkát, ebben az évben még a tartalmi fejlesztések folytak. Itt olyanokra gondolunk, hogy nem csak a már ismert divastílus tervező vagy a könnyipari terület, hanem szeretnénk bővíteni akár fotográfus vagy akár a színház technikai képzésekkel, és hát itt is 11 iskola van, 11 zászlós hajó, és itt a Veselényi, mint a szakképzési centrum egyik iskolája részt vesz ezekben a feladatokban. És hát ugye azt mondtuk, hogy a szakképzési törvény nagyon sok újdonságot hozott, ilyenek a rugalmas tanulási utak, és ezen a területen ugye a dobbantó program, a műhelyiskola, az orientációs évfolyam egy nagyon fontos dolog, és a Bencsben országos hírnevű, ugye egy tudásmegosztó fórum, konferencia, workshop volt ebben az évben a Bencsben, és örülünk, hogy megoszthattuk ezt, és hát hívjuk azokat a tanulókat, akik még egy kicsit bizonytalanok a szakmaválasztásban, ők jöjjenek orientációs évfolyamra, vagy műhelyiskolában, dobbantó programba, hívjuk azokat, akik 16. életévüket betöltötték, de még az általános iskolai tanulmányukat nem fejezték be.
És hát akkor beszéljünk arról is, hogy a tehetségpontozás is nagyon fontos a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban, és nagyon szép eredményeket tudunk itt is felmutatni. Én úgy gondolom, hogy a robotikai, illetve innovatív műhely a Bánkiban már mindenki számára ismert, és ezek országos eredmények Zsigó Zsolt vezetésével, vagy ugyanilyen a Tekerd, ahol ugye hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik Hodály Zsolt tanár úr a Veselényiben, és ők ott legőkockából táblaképeket készítenek, amit úgy gondolom, hogy megint nemzetközi legis ismert tevékenység. És hát az alkotóműhelyünkről sem kell, hogy megfeledkezzünk. A digitális közösségi alkotóműhelyben ebben az évben is nagyon sok fejlesztést végeztünk. Nagyon fontos az alkotópedagógia, nagyon fontos ez a műhely. Nem csak a pályorientáció, pályaválasztásra használjuk óvodáskortól, hanem a saját tanulóinknak a szakmai oktatásában. Itt ugye a robotok, a hegesztő szimulátor is nagyon sok eszköz, illetve most került itt elhelyezésre egy olyan gyártósori szimulátor, ami megint csak abban segít majd, hogy a leendő szakemberek már itt az oktatás területén megismerkedjenek ezekkel az eszközökkel. Itt is van bőven újdonság, nem csak a programok és az eszközök területén. Nagyon büszkék vagyunk arra az ötletre, amely fiatal kollégáinktól jött, hogy tegyük mozgóvá az alkotóműhelyt, és a mozgó digitális alkotóműhely a megye legtávolabbi általános iskolába is eljuthatott. Örülünk annak, hogy az általános iskolák meghallották ezt az üzenetet és jöttek a lehetőséggel, és hát nem titkolt szándék volt az, hogy amellett, hogy megismerkedjenek ezekkel az eszközökkel, amit mi helybe vittünk, egy kicsit a szakképzést népszerűsítsük, és elmondjuk azt, hogy mi az a kínálat, amit tudunk mutatni, hogy elmondjuk, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, van karrierút, és jöjjenek ide. Az is egy pozitívum, hogy egyre több duális partner segít és együttműködik velünk abban, hogy népszerűsítsük a szakképzést, hogy örömmel megmutatják a cégek, a KKV-k azt a munkakörnyezetet, ahol majd később dolgozni fog. Nagyon fontosnak tartjuk, és egy nagyon jó hívószó a szakképzési ösztöndíj ma. Úgy gondolom, hogy ebben a térségben különös jelentősége van annak, hogy a szakképzőiskolával érkező tanulók ugye már havonta ösztöndíjat kapnak, a technikusok 8000 forintot kaptak ebben az évben, a szakképzőiskolában pedig 16000 forintot. A minimál bér változásából adódóan ez jövőre már 10 és 20000 forint lesz, és hát nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy a végzett tanulók, a szakmát szerzett tanulók pályakezdési juttatásba részesülnek, és ez akár 300000 forintos nagyságrendű is lehet. Én úgy gondolom, hogy az életben történő elindulás, akár még egy vállalkozás elkezdése is egy fontos segítség lehet ez. A gazdálkodást tekintve is nyugodt, kiegyensúlyozott évet tudhat maga mögött a szakképzési centrum. Erről már a központ kancellárja beszélt televíziónak. Mindez a nyugodt költségvetési háttér lehetőséget nyújt arra, hogy az iskoláinkat tudjuk működtetni, az igényeket a felmelegi évközben tudjuk biztosítani, és tudjuk elérni azt, hogy folyamatosan fejlesztjük, karban tartjuk, felújítjuk iskolai környezetünket, eszközparkunkat, és megteremtjük azt, hogy igazából a oktatásszínvonala mindig javuljon egyre jobban évről évre. A kérdésre visszatérve, hogy mit hoz a jövő számunkra, kiindulok abból, idei év is nagyon sok minden előményt hozott. Itt van mögöttem egy szimulátor, talán látszik is a képen, ez a legújabb beszerzésünk, vagy igazából mondjam az ajándék, mert igazából ez egy projektnek a részeként kapott eszköz, amiről itt a mögöttem látható. Ez egy GIMOP-os projekt, amiben igazából állati képzőközpontokat fejlesztünk, és annak a keretében kaptunk egy gyártósügyi szimulátor berendezést, ami megteremt lehetőséget annak, hogy egy gyártósügyi szimulátornak a programozása, működtetése, vezérlés igazából hogyan sajthatott el a szakmában résztvevő technikusok számára. Tehát ez egy projektnek a része, ami még igazából nem zárult le, csak elindult valahogy ez a fejlesztés.
Ha körbenéznék az alkotóműhelyben, rengeteg olyan berendezést látunk, ami különböző projekteknek az eredményeként valósult meg, vagy kaptuk meg itt a fejlesztések során. Gondolok itt akár a robotokra, akár a szimulátorokra, akár bármilyen típusú nyomdaipari eszközökre. És ezt az ágat szeretném tovább folytatni a jövőben is, hogy fejleszteni, mert igazából a világ nem állt meg. A világ folyamatosan fejlődik, és jövőre igazából azt hiszem, hogy még több igény jelentkezik majd az iskolák részéről is, arra, hogy modernizáljuk az iskolában lévő technikai eszközöket, oktatási eszközöket, mert megköveteli most már a 21. század azt, hogy igazából a régit lecserélve képezzünk újabb és újabb szakembereket, akik újabb és újabb eszközöket tudnak majd igazából bánni és működtetni. Beszéltek egy vegyipari műhelyről, laborra, ami most van fejlesztés, a teljes beszerzése most fog megvalósulni, az ágazati képzés ennek a fejlesztését megvalósítani, de van két nagy, nem azt mondom, hogy álmunk, hanem nem is vágyunk, már azt mondom, ez valahogy realizálás alapján, vagy előtt valós, vagy áll ez a két projekt is. Az egyik egy nagy mértékű energetikai beruházás, amire központi forrást tudtunk szerezni egy kehopos program keretében. Ebben a programban 4 iskolánk újulhat meg energetikailag, tehát igazából a külső nyilászárók, szigetelés és a fűtésrendszer is valósulhat meg napelemek beszerelésével. És van egy másik, ami azt mondom megint, hogy titkos vágyunk, álmunk, de megint ott tartunk ebben, hogy megvalósítás folyamatában van. Ez még 21. század iskolák fejlesztési projektnek a végrehajtás, amiben a centrumunk is részt tud venni. Bizalmat kaptunk a minisztériumtól, és ebben a projektben veszünk úgy részt, hogy egy iskolánkat igyekszünk komplett belső felújításban részesíteni, szóval kifejezve, tehát elérni azt, hogy iskola kompletten megújuljon belül, ez a Bánki Donát műszaki technikum lesz. Illetve elértük azt, hogy a projekt költségvetésének a terhére modern eszközöket, robotokat, gépeket tudunk vásárolni, illetve informatikai eszközöket tudunk beszerezni nagyobb mennyiségben, ugye mert az informatikának a megújítása az napi szintű probléma, hiszem azt is mindig is az lesz, mert így évente elbúlnak az eszközök, tehát ebből a projektből tudunk olyan forrásokat meríteni, amelyből az iskolában lévő informatikai eszközpark megújulhat, illetve a használt szakképzési eszközöket tudjuk majd modernizálni, ugorszerűsíteni is. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, a műsorra a legközelebb szerdán várjuk majd Önöket, amikor vendégünk lesz dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatója. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!